Időt vesebetegség. Egy alattomos és meglepően alul-diagnosztizált kór ellen küzd a Pécsi Egyetem. Mostantól az egyik legnagyobb európai gyógyszeripari cég magyar leányvállalatával közösen. Ezt egy együttműködési megállapodásban rögzítették a felek. A szerződés értelmében egy úgynevezett adatbázis elemzéses módszerrel derítik fel a betegségben szenvedők pontos számát. Tanulmányok igazolják ugyanis, hogy hazánkban népbetegségnek számít az idült vesebetegség. Úgy látjuk, hogy 1,5 millió embert érint Magyarországon hozzávetőlegesen ez a betegség. A fő baj az, hogy ez a betegség egy nagyon magas szív-érrendszeri kockázatot jelent, ezért akár 14-szeresére is növelheti a szív-érrendszeri mortalitás, halálozás és megbetegedés kockázatát. Tovább nehezíti az orvosok dolgát az is, hogy nem könnyű kimutatni a betegséget, hiszen sokáig nem okoz panaszt. Laboratóriumi vizsgálatok során könnyebben igazolható a jelenléte, így ennek fejlesztése is célkitűzés a megállapodásban. A gyógyszeripari cég klaszter igazgatója abban bízik, hogy a jövőben sokkal hatékonyabban kezelik majd a vesebetegséget. Én egy nagyon jó együttműködésre számítok. Az európai egyetemek és országok tudósai így ténylegesen közösen dolgozhatnak majd. Az a célunk, hogy a jelenlegi kezelési módokat azok a páciensek kapják, akiknek valóban erre van szükségük. Emellett új módszereket is szeretnénk kifejleszteni. Ebből mindenki profitálhat, hiszen a kutatók megoszthatják egymással tapasztalataikat, a helyi intézmények pedig hozzájuthatnak a megfelelő gyógyszerekhez, mindezt szervezett körülmények között. Az időt vesebetegség egyébként kezelhető, de meg is előzhető, egyszerű élet módkezeléssel vagy gyógyszeres beavatkozással. Mivel ez a szervünk a legfontosabb méregtelenítő, ezért fontos a védelem, hiszen ha felhalmozódnak a mérgek, az minden más szervet is károsít, hangsúlyozták az eseményen.